Sátoralja új polgárjai tettek jelzéseket policistván István, a Fidesz Sátoralja új csoportjának elnöke felé, hogy vásárlási utalványt ajánlanak fel annak, aki részt vesz párt Az utóbbi két napban Sátoralja új lakosságától jelzések érkeztek arra vonatkozóan, hogy megkeresték őket, és vásárlási utalványt, valamint pénzt ajánlottak fel azért, hogyha embereket toboroznak, pártgyűlésekre vagy pártmegmozdulásokra. Az ilyen jellegű toborzás tilos és törvénybe ütköző. Éppen ezért ez, ez meg is lepett minket. Akik jelezték, ők névvel, címmel jelezték ezt, tehát felvállalták azt is, hogy, hogy kik ők, így a, a forrás ez biztos. Volt olyan eset, amikor megjelölte annak az illetőnek a nevét is, aki ezt az ajánlatot megtette feléjük. És én szeretném arra kérni a jó helyi lakosokat, hogy ma már minden telefonon van hangrögzítő lehetőség, ha ilyen telefont vagy személyes megkeresés, vagy ha ilyen telefon vagy személyes megkeresés éri őket, akkor rögzítsék ezt, és juttassák el a Fideszhez. Palic István hozzátette, hogy ők intézkednek az ügyben, és megteszik a feljelentést. Az látható, hogy az elvett 13. havi bérekből, az, elvett 13. havi nyugdíjakból, a 320 forintos üzemanyagnak a jövedéki díjából telik erre. Van olyan szervezet, párt, amelynek Magyarországon erre telik, telik neki óriás plakátokra, és ilyen módon próbál meg előnyhöz jutni. A sajtótájékoztatón arról a levélről is szó esett, amely Orbán Viktor aláírásával érkezett egy kitöltetlen csekk kíséretében a Fidesz szimpatizánsaihoz. Ebben felajánlásokat kérnek a pártnak. A sajtótájékoztatón elmondták, hogy ez nem törvénytelen, mert nem kötelező és nincs meghatározva összeg sem.